igazgató urak, professzor úr, polgármester úr, alpolgármester urak, képviselő úr, tisztelt hölgyeim és uraim, a Miskolci Egyetem szenátusa, professzora és valamennyi polgára nevében szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci Egyetemnek ebben az objektumában, amely azt hiszem, hogy méltó az egyetem jó hírnevéhez, abban a Bosch teremben vagyunk, amely a Bosch cég támogatásával jött létre. A Miskolci Egyetem számára rendkívül fontos, hogy élő kapcsolatot tartson fönn a különböző szervezetekkel, köztük az ipari szereplőkkel is. Egy másik szálon pedig, hogyha elindulunk, ez pedig a Lean management filozófia. Ezzel kapcsolatban pedig abból kell kiindulni, hogy a 2000-es évektől kezdve egyre népszerűbb filozófiáról beszélünk. Éppen ideje eljött annak az ideje tehát, hogy a Miskolci Egyetemen is bevezessük, illetve megvalósítsuk azt a lehetőséget, amit a Lean filozófia jelent a Miskolci Egyetem számára. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődtek meg a tárgyalások a Bosch cég vezetői és a Miskolci Egyetem vezetői között a Lean Management filozófiának megfelelő képzés beindítására. És rám most itt vagyunk a szerződés aláírása céljából. Mint ismeretes, a Lean filozófiának, a Lean Management filozófiának az a lényege, hogy az ipar egy sokkal hatékonyabb megoldási módok közül választva egyre versenyképesebb termékeket állítson elő. Állíthatom, hogy Magyarországon először a gazdaságtudományi kar, logisztikai menedzser, mesterszakos hallgatók fognak részesülni ebben a kedvezményben, vagyis ebben a specializációban. Ez egészen pontosan 14 hallgatót jelent, akik mesterképzésen vesznek részt, és a sajtótájékoztató úgy fogalmaz, hogy duális jellegű ez a képzés. Tehát nem egészen a magyar hatályos felsőoktatási törvényről szóló duális képzésnek felel meg, de mindesetre duális jellegű. A képzés ugyanis, ami egyébként már megkezdődött, egy 5 napos ciklusokból álló képzés, amelyből 4 napot az egyetemen töltenek a hallgatók, 1 napot pedig a Bosch cégnél. Valós vállalati környezetben és professzionális tapasztalatokkal rendelkező szakemberekkel. Az új képzés az egyetem vezetése szerint szervesen illeszkedik Miskolc megyei jogú város 2014-2020 közötti városfejlesztési stratégiájához, és ahhoz, hogy a város magas hozzáadott érték előállítására irányuló iparosítást célzott meg. Az együttműködési megállapodás egy újabb példája a Miskolci Egyetem, Miskolc megyejogú városa és a Bosch Kft. Közötti együttműködésnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy ilyen nagy számban megtisztelték az aláírási ceremóniát, és kérem, érezzék jó magukat a Miskolci Egyetem területén. Köszönöm a figyelmüket. Hector, Maya and honored guests. I'm very pleased to welcome you here today for the signing of the agreement of cooperation which we will establish the Bosch Lean Academy. I'm sure that today's ceremony will open an important chapter in the already very effective cooperation between Bosch and the University of Miskolc. Robert Bosch Energy and Body Systems is one of the largest automotive companies in the North Hungarian region and Borsod Abocsai Szemplén County, and one of the foremost employees in the region. The plant celebrated its 10th anniversary last year, and in 2011 we opened a new production hall in Miskolc with a capital investment of 6.5 billion forints. This is not the end of development though.
Since 2012, we have been engaged in various production expansion, research and development and training projects, into which we are investing more than 8 billion forints with European Union co-financing. The project we completed most recently involved training employees of Robert Bosch Energy and Body Systems at a cost of 62 million forints. I'm certain that all of these projects have contributed to increasing employment in the region, because in the last 2 years, these investments alone have enabled us to increase the workforce by 330 people. The projects have also helped us to produce in a competitive way top-class automotive parts and Miskolc to be used all over Europe, as well as the e-bike system. One pillar of the guiding principles with where we maintain the standard of quality and produce these parts as efficiently and economically as possible, and one which Bosch has been using for many years, is the lean production philosophy with its various lean methods and tools. As well as being in the leading edge when it comes to training its own workers, Bosch has for several years been supporting engineering education in Hungary, and the University of Miskolc has been one of the beneficiaries. This new cooperation agreement is taking advantage of the university's experience in engineering research and education and Bosch's experience in the practical application of research results and technical skills. When most people hear the terms dual or practical oriented training, they tend to think of secondary education and arrangements where secondary school students complement their classroom learning and school workshop training with company experience. The signing of this cooperation agreement today is a good example of how practical oriented training can be extended to higher education. Of course, we need well-trained, skilled workers, but we also need graduate engineers and technical specialists who have the right mix of theoretical and practical competence and experience. We know from our great philosophers like Immanuel Kant that theoretical knowledge and practical experience need and support each other. For the training in the Bosch Lean Academy, Robert Bosch Energy and Body Systems and the University of Miskolc are being joined by the Hungarian arm of the Lean Enterprise Institute, the home of the most advanced lean know-how. Now, Uwe Mang, commercial plant manager of Robert Bosch Energy and Body Systems, will tell you the details of the training. Thank you very much for your attention.